Nem csak a sportban, a vendéglátásban is rendeznek nagy versenyeket. Ezek között is kiemelkedő a kulináris olimpia, ahol a világ legjobb mesterszakácsai és mestercukrászai mérik össze tudásukat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből összesen 5-en vettek részt az idei versenyen, ők az iparkamarában számoltak be élményeikről. Az Erfurtban rendezett olimpián Berecki Attila és Szabó Sándor mestercukrászok, valamint Ciránko István, Huszár Tibor és Konyári Sándor mesterszakácsok mutatkoztak be. Igaz, hogy egyéniben versenyeztek, de én csapatként nevezném magát az egész csoportot, és csodálatos eredményeket értek el. Senki nem jött haza üres kézzel. 3 diploma, 1 ezüstérem, 1 aranyérem, azt hiszem ez magáért beszél. Berecki Attila diplomát kapott, Szabó Sándor pedig aranyérmes lett az olimpián. Erről korábban már Weekend című műsorunkban beszámoltak a mesterszakácsok. Szabó Sándor az elkészített műveit is bemutatta. Ő az elérhető 100 pontból 93-at kapott, ami azért is kiemelkedő, mert a zsűrik a teljes 100-ból a hibák után vonnak le pontokat. A cukrászok torta vagy tányérdesszertek készítésében, valamint cukrász artisztika, azaz a cukrász szobrászat versenyszámban indulhattak. A Szabolcs megyei versenyzők az utóbbit választották. Nagyon fontos az, hogy a témakörnek a kiválasztása. Hát figyelemmel kísérjük, hogy a kollégák mit készítettek korábban, 2 évvel ezelőtt. Luxemburgban voltunk megnézni világbajnokságot, hogy mi az új design, milyen technológiákat használnak a kollégák, illetve olyan témakört kellett kiválasztani, ami még teljesen új, amit a zsűrit megfogja. Én a virtuális kapcsolat témakörben készítettem a díszmunkámat. Az újszerű gasztronómia már szinte kémia, erről Huszár Tibor beszélt magazinműsorunkban, aki ezüstérmes lett a mesterszakácsok között. Egy jégszűrt vörös káposzta levessel léphetett a dobogó 3. fokára, ennek elkészítését mutatta be. A mesterszakácsok Huszár Tibor, Ciránko István és Konyári Sándor 3 számban mutatta meg tehetségét. Készítettek egy 5-fogásos menüsort, valamint 2 hideg és 2 meleg finger foodot, azaz falatka ételt. Ciránko István és Konyári Sándor diplomával tért haza Németországból. Én művészeti oldalakba szeretek játszani. Témának én Salvador Dalit választottam. Igaz, hogy sok olyan megjegyzéseket kaptam, hogy ne csinálj, annyi nem lesz jó, mert nem fog értékelni a zsűri. De én azt mondtam, hogy én már így idézőjelben utolsó versenyként azt szeretném megcsinálni, amit kitaláltam, amit élvezek. Tehát úgy játszottam az ételekkel, hogy 5 ételem volt, és mindegyik más egy-egy színben volt kitalálva, tehát most végig sorolni az összes ételt nagyon hosszú volna, de ugye a színek úgy jöttek ki, hogy mint az előétel a lila színekre épült. A kulináris olimpiát hasonlóan a sporthoz 4 évente rendezik. Idén a korábbi évekhez képest most volt a legtöbb versenyző. 50 országból összesen 802 szakember mérte össze tudását egyéni indulóként.